Sziasztok! A Zsoltárok könyvében olvasunk, a sem cilcha a yad yeminecha, az Isten az olyan, mint az embernek az árnéka. Erre azt mondja a kabbala, a zsidó misztika, nem csak abban a szempontból árnéka nem hagyja el az ember, hanem az árnék mindig utánozza az ember. Az Isten megnézi, hogy az ember viselkedik, és ez hasonlóan viszonza, ő is úgy viselkedik. Ma este a napi tanításom, az órám, amit tartok minden nap a Facebookon, arról a témáról beszéltünk, ugye szerdán estétől csütörtökön estig az Áv 9-én a kisebbadi böltet tartottunk. Mert ekkor rombott le a szentély, polgári időszámítás szerint 70-ben. A Talmud szerint valójában Tisza B'Av napján, Ávó 9-én délután gyújtottak meg a szentét, és az végig égett 10-ája estig. Ennek ellenére a bőt az 9-en van. Miért? Mert akkor meggyújtottak a szentét, akkor lényegében akkor volt lett vége a szentének. De most különböző vélemények vannak. Van olyan vélemény, ami azt mondja, pont azért, mert 10-án volt a szentének a fizikai laknak a lerombolása, ezért ezen a napon nem iszünk bort, nem eszünk húst, még tovább tartjuk a bőtet. Az elfogadott szokás nem az egész nap, hanem csak déli. Tovább, van egy olyan vélemény, azt mondja, vége van a bőtnek, az ember csak egyen nagyon keveset, mintha akarna még folytatni a gyászt és a bőtöt. Az elfogadott szokás az, hogy hús és bor nélkül, de normálisan szabad enni. Hasonlóképpen a bőt kezdete előtt. Valaki azt mondja, hogy nagyon keveset együnk. Hogy épp, hogy rögtön, hogy kezdődik a bőt, már éhesek legyünk. Az elfogadott szokás az, hogy korán délután eszünk egy nagyobb étkezés, hogy ne nagyon szenvedjünk. Mi a jelentősége annak, hogy mindig az elfogadott szokás az, hogy próbálunk egy kicsit csökkenteni, és nem olyan szigorú lenni. Erre azt mondja a haszidizmus, hogy ez lényegében egy fohász az Istennek. Azt mutatjuk az Istennek, hogy mi próbálunk csökkenteni a halakha, a szabályok határain belül próbálunk csökkenteni a gyászt, és mi azt várunk el, azt kérünk az Istentől, hogy ő is csökkentsen a gyászat, amennyit csak lehet, minél előbb, hozzon el a Mesiást, épülje fel a szentély, és szűnje meg a gyász. Gyászolni kell, de azt kell mutatni az Istennek, hogy mi próbálunk csökkenteni, mert reménykedünk az ő segítségében, és ha ezt fogja látni, akkor ő tényleg fog segíteni. Adjon Isten minél hamarabb napjainkban. Amen. Köszönöm szépen!